Jó reggelt, jó munkát kívánok! A mai tornát ülve kezdjük. Ez aránylag különleges. Mostanában többet szoktunk állni, mert ülni nehéz. De nem mindenkinek. Ha úgy vagy vele, hogy nehéz ülni a földön, akkor ülj valami magasításra, széken is kezdheted nyugodtan. Egyébként nagyon kevés lesz az ülés ma. És nyilván a végén feküdni fogunk, a kettő között meg elég sokat támaszkodni. Majd meglátod, nem lesz azért annyira durva. Ülve kezdjük a két ülőcsonton. A lábtartás szabadon választható. Kinyújthatod terpezbe, vagy ahogy tetszik, de a két ülőcsontot meg kell találni, mert akkor, ha megvan a kapcsolatod a talajjal, jól megtámaszkodsz, akkor tudsz igazán építkezni. Tehát onnan kiindulva kell kinyújtani a törzsedet. Ugye ez két csontos pont valahol a farizom alatt. És a végén a fejtetővel, ahogy az egész gerincedet megemelted, kinyújtottad, a fejtetővel pedig egyre magasabbra törekedni. Ez a feladat. Jól húzd be a köldököd, ezzel ugye megtámasztod a gerincedet előről, görgesd hátra le a vállaidat, ellazulnak a nyakizmok és bekapcsolnak a hátizmok a lapockák között. Kényelmesen lélegezz, és a következő kilégzéssel engedd le előre a fejed. Belégzéssel emeld. Ezt ismételd néhányszor, ahogy mindig. Most is a nyaktornával kezdjük az órát, mert ez segít ráhangolódni a tornára, megérzed az izmaid jelzéseit, rájuk hangolódsz, és egyúttal egy nagyon hasznos feladatot mindjárt elvégzel, a nyaki gerinc átmozgatását. Ugye itt a Pilates órán, ezen a tornán belső ingerekre reagálunk, tehát nem a zeneütemére, vagy mondjuk nem egy pattogó labda után szaladva, hanem csak arra figyelünk, arra reagálunk, amit érzünk. Nagyon fontos, hogy figyelj befelé. Ismételd meg még egyszer előre, majd a következő kilégzéssel jobbra döntsd a fejed, belégzéssel hozd vissza, és balra. Ezt ismételjük néhányszor. Érzed, ahogy ellazul a nyakad, most oldalt is enged, és addig gyorsan elmondom a szabályokat. Nem kell hozzám igazodni, nyugodtan a saját tempódban dolgozz, és bármikor megállhatsz pihenni, amikor úgy érzed, hogy elfáradtál, pihenj. Hogyha fáj valami, egy testhelyzet vagy egy gyakorlat kellemetlen, akkor azt hagyd abba. Kilégzéssel engedd le a fejedet, és belégzéssel hozd vissza. És amikor bal oldalról visszaérsz, állítsd meg a fejed középen, és a következő kilégzéssel fordítsd el jobbra. Hozd vissza, belégzés, és balra. Ezt ismételjük néhányszor. A fejtető fölfelé mutat, érzed, hogy nyújtózol is vele fölfelé, tehát egyre magasabbra húz. Bátran fordítsd el a fejed, ameddig csak megy. Ismételd meg még egyszer jobbra is, balra is. És amikor bal oldalról visszaérsz, állítsd meg a fejed középen, jöhet a vállkörzés. Indítsd a vállaidat előre és föl, görgesd hátra és le. Ezt ismételjük néhányszor. Bátran köröz minden irányba, jól mozgasd ki a vállaidat. Érzed, hogy kitágul a mellkas, szabadon tudsz lélegezni. Bekapcsolnak a hátizmok a két lapocka között, ahogy hátra és lefelé húzod a vállaidat. Még egyet ebbe az irányba. Majd lentről visszafelé. Hátra és föl. Előre és le. Ezt ismételd. Tehát az elsődleges törekvésünk, hogy nyújtózunk az egész gerincünkkel, mintha egy mágnes húzna a fejünket fölfelé, és minden más csak ezután jön. A köröket próbáld a lehető legnagyobbra rajzolni, de sose veszítsd el a tartást, az a legfontosabb. Majd állítsd meg a vállakat lent, és húzd hátra, és itt rögzítsd. Tehát a két lapocka között dolgoznak a hátizmok, azok lefelé hátra húzzák a vállakat, de
feszíted a hasizmokat is, így megtámasztod a gerincedet előről, hátulról. Jobbra döntsd a fejed, tedd rá jobb kezed, szokásos nyújtó gyakorlatok jönnek, engedd, hogy hadd süllyedjen a fejed, hadd húzza a karsúlya. Ugye figyelj rá, hogy figyelj mindenképpen, hogy szimmetrikus maradjon a törzsed, ne menjen el a fej után, ugye ezt már tudod. Told fölfelé a fejed, bele a tenyeredbe, de ne engedd felemelkedni, tartsd vissza a kezed, de most nagyon feszesek ezek az oldalsó izmok, bal oldalon. Aztán lazítsd el, és engedd süllyedni megint. Hadd húzza a súlya, meg a karsúlya is, és a feszítés után talán többet enged a nyakad. Érzed a füled és a vállad között. Döntsd átlósan előre a fejed, fordítsd lefelé az arcod, így a jobb láb fölött, karsúlyával lassan, meg a fejsúlyával nyújtsd meg a nyakizmokat hátul, tarkód és a ballapocka között érzed. Told fölfelé a fejed, bele a tenyeredbe, feszítsd a nyakizmokat, ne engedd felemelkedni a fejed, tartsd vissza a kezeddel, de lélegezz, a levegőt ne tartsd vissza. És a következő kilégzéssel lazítsd el, és engedd megint süllyedni. Engedd el, gurítsd át a fejed a bal vállad fölé, fordítsd előre az arcot, tedd rá a bal kezed, engedd rá a bal karsúlyát. Nyújtózz a törzseddel, egy pillanatra se feledkezz el róla, az az első. Fölfelé told a fejed, bele a tenyeredbe, feszítsd a nyakizmokat, tartsd vissza a kezeddel, ne emelkedjen a fej, nyomd bele jól a tenyeredbe, és a következő kilégzéssel lazítsd el, és engedd megint süllyedni. A feszítés után valószínűleg többet enged. Ugye? Azért alkalmazzuk ezt a technikát. Dőzsd átlósan előre a fejed, fordítsd lefelé az arcod, engedd süllyedni, karos súlya, fejed súlya húzza a nyakadat, törzsedet nyújtsd. Fölfelé told, bele a tenyeredbe, feszítsd a nyakizmokat, ne engedd felemelkedni a fejed. Majd lazítsd el, és engedd megint süllyedni. Érzed a jobb oldalon a tarkód és a lapocka között a nyújtó hatást. Engedd el a fejed, csak gurítsd egyik oldalról a másikra, kényelmesen, oda-vissza, lazán, lassan. Lehet, hogy recseg, ropog, de az nem hiba jelenség, tudod, hanem az hozzátartozik a nyújtó gyakorlatokhoz, hogy utána jobban enged a nyak. Majd állítsd meg elől, lent, a következő kilégzéssel domboríts, engedd hátra a törzsed, engedd le a fejed, belégzéssel nyújtóz, egyenes törzsel dőj előre, kilégzés, és egy hullámmal gördülj föl. Ismételjük, hátra, domború, kilégzés, középen nyújtsd, belégzés, egyenesen előre, kilégzés, és egy hullámmal föl, és megismételjük még egyszer, domború, egyenes, és a törzsdöntés. Na hát, meg is érkeztünk, nem is ültünk olyan nagyon sokat törökülésben. Ülésben folytatjuk, de már nem törökülésben. Hanem, ezt oldalról jobban fogom tudni mutatni ezeket a gyakorlatokat, gyakorlatpárokat állítunk össze. Először is nyújtsd ki a két térdet, párhuzamosak legyenek a lábak, hátul támaszkodj meg a tenyereden vagy az öklödön, hogyha a csuklódnak nehéz, akkor támaszkodhatsz az öklödön is. Nyújtsd a törzsed és görgesd hátra le a vállakat. Ugye fontos, hogy ne lazuljon el a tartás. Ha kinyújtottad a törzset, könyököd lehet egy picit behajlítva, akkor a köldök vonalánál húzz egy képzeletbeli vonalat, és
Csak attól lefelé mozdítsd a medencédet. Kilégzéssel medence billentés hátra, belégzéssel engedd vissza. Ezt ismételt kilégzéssel billensd. A köldök vonalától fölfelé mozdulatlan a törzset, szép széles a mellkas, és hosszú a nyakad, fölfelé mutat a fejtető, és belégzéssel engedd vissza. Kilégzéssel billensd. Nem az emelés a lényeg, nem is megy magasra. A lényeg az az, hogy ezt a billentést gyakoroljuk, ami minden tartásnak az alapja, minden testhelyzetben a tartás alapja. Még egyszer, lesz belőle még később több is. Majd, ahogy visszaengedted a fenekedet a földre, a következő kilégzéssel lazítsd el a tartást. Becsúszol a vállaid közé, belégzéssel emelkedj, kiemelkedsz, kilégzéssel elsüllyedsz, belégzéssel kiemelkedsz, ismételd még. Ugye nagyon jól mutatja a gyakorlat a hanyagtartás, meg a szép feszes tartás közötti különbséget. Begörbül a törzset, szétcsúsznak a lapockák, keresztcsontra nehezedsz, eltűnik a nyakad, kiegyenesedik a gerinced, megvan a két ülőcsont, közelíted a lapockákat, és szép hosszú a nyakad. Hát csak ennyi a különbség. Állítsd majd meg fönt, párba állítjuk a két gyakorlatot, kilégzéssel billensd a medencédet, belégzéssel engedd vissza, lazítsd el a törzset, kilégzés, és feszítsd belégzéssel. Kilégzéssel billensd a medencédet, belégzéssel engedd vissza, lazítsd el a törzset, kilégzés, és feszítsd belégzéssel. Még háromszor. Még két pár. Csak a törzs alsó része mozdul, ugye? Aztán meg igazából az egész, de leginkább a felső rész. Még egy pár. Medence billentés, törzs alsó része. És lazítsd el. Pihenj majd egy picit, rázd le a karjaidat. Nem biztos, hogy könnyű támaszkodni a csuklónkat, azért ez mégis igénybe veszi. De mielőtt a következő támaszkodós gyakorlatba belefognánk, előtte jöjjön egy kicsi nyújtás, amiben nincs támaszkodás. Ide készítem a közelembe a hevedert, ezt szoktuk használni a nyújtó gyakorlatokhoz. Ha nincs ilyen, akkor is van, mert van egy erős kendőd, valami rugalmatlan sál, egy öv, vagy kutyának a póráza, vagy a köntösnek a kötője. Ha nem tudsz egyenes törzsel ülni, akkor hajlítsd be a két térded. Akkor valószínűleg sikerül, vagy ha egy kicsit magasabbra teszed a fenekedet. Hogyha tudsz egyenes törzsel ülni, úgyis, hogy nyújtva van a lábad, akkor kinyújthatod a két lábadat. Nyújtózz a törzseddel, karjaiddal magas tartásba, egyenes törzsel dőlj előre, lazítsd el, amikor nem megy tovább, és gördülj fel egy hullámmal, az ülőcsontokat nyomd bele a talajba, és onnan kiindulva. Belégzés, kilégzés, belégzés, és kilégzéssel gördülj föl. Még kétszer. A következővel lent maradunk majd. Valameddig sikerül előredőlni, és amikor nem megy tovább, akkor lazítsd el a tartást, de támaszkodj meg a tenyereden, és akkor mindegy, hogy milyen magasan vagy, a karok ereje megtartja a törzset, nem támaszkodik a derekadra. Persze, ha mélyebbre tudsz menni, akkor már a karok se szükségesek, rá tudsz feküdni a lábadra. Van egy olyan köztes megoldás, hogy nyújtod a törzsed, ugye így a hátizmok ereje tartja a törzsúlyát, visszafeszíted a lábfejeket, hát ha eléred, és akkor még azt is tudod húzni, és nyújtózva tudsz közelíteni a lábakhoz. Ez azért nagyon jó, mert nyújtja a vádlit is, meg a comb hátsó részét is. Ugyanez érvényes arra is, hogy ha hevedert használod, nyújtsd a törzsed, és úgy közelítsd a lábakhoz, a karok ereje segít egyre közelebb húzni. Ne húzd akkor, hogyha görbe, mert akkor a derekadat gyötröd. Jól van, gördülj föl félig, hajlítsd be a két térdet, kapaszkodj meg alul a térdhajlatba, ez hevederrel is nagyon jó. Hátra tudsz gömbölyödni, domborítani, rá tudod támasztani a fejedet a mellkasodra,
Jó gömbölyű a törzse, pihennek a hátizmok és a nyakizmok is. Jól van, gyere, gördülj föl, hát talán megint támaszkodhatunk. És ehhez most hajlíts be a két térdet erékszögbe, hátul támaszkodj meg ugyanúgy a ülőcsontok vonala mögött, nyújtsd a törzsed, görgesd hátra le a vállaidat, nyisd a mellkast, lehet az öklödön is támaszkodni, hogyha a csuklód elfárad, a következő kilégzéssel feszítsd a csípőd, emelkedj, az a célunk, hogy egy vonalba kerüljön a comb és a törzs, de nem baj, ha nem megy olyan magasra, és ereszkedj le. Kilégzéssel feszítsd, belégzéssel engedd le. Ugye, ne lógasd hátra a fejed, mert ez csak pillanatnyi pihenés, de egyébként a nyakadnak fárasztóbb, mint hogyha megtartod. Előre is bólinthatsz, az is rendben van, ha előre nézel. De az a legszebb, hogyha egy vonalban van a nyakad és a törzsed. Ez lesz a következő gyakorlatpár első eleme, megismételjük még egyszer. Kilégzéssel föl, és belégzéssel le. Lent állj majd meg, és a következő kilégzéssel nyújtsd ki a jobb lábad, vagy a balt, meg a másikat. Így van. Kilégzéssel nyújtsd, belégzéssel hajlítsd. Még egy pár, közben nyújtsd a törzsed, ne rodjon meg, tudod? Ha tudod egy picit nehezíteni, akkor egyiket hajlítod, másikat nyújtod, és csere. Bármikor megállhatsz pihenni, tudod? De ha van még egy kis erőd, akkor páros láb, és hajlít. Kilégzéssel nyújtsd. Ez lesz a gyakorlatpár második eleme, de majd választhatsz, hogy vagy csak az egyik lábadat nyújtod ki, vagy páros láb, ha belefér. Megállunk lent. A következő kilégzéssel feszítsd a csípőd. Belégzéssel ereszkedj le, vagy csak a jobb láb, vagy páros láb. Csípőfeszítés. És le, vagy csak a bal láb, vagy páros láb. És le. Csípőfeszítés. Vagy csak a jobb, vagy mind a kettő. És le. Csípő. Vagy csak a bal, vagy mind a kettő. Van még egy pár. Csípőfeszítés. És le. Vagy csak a jobb, vagy páros. És a csípő. Vagy csak a bal, vagy páros. Megérkeztünk. Pihenj egy picit. Nagyon hasonló nyújtó gyakorlatok jönnek, amit már csináltunk. Kicsit az eleje más, de a vége ugyanaz. És azzal megint egy kicsit hagyjuk pihenni a csuklónkat, mert lesz még szükség rá. Nyújtsd a két térded akkor, hogyha tudsz egyenes törzsel ülni. Ha nyújtott térd mellett nem sikerül, körbe marad a derekad vagy a hátad, akkor hajlítsd be a két térded, vagy ülj egy kicsit magasabbra. Érítsd az ujjaid hegyével a talajt a két lábad mellett, és a következő kilégzéssel hajlítsd a nyakad, lassan gördülj le, told előre az ujjaid hegyét messzire, emeld a fejed, nyújtózz a karokkal, és nyújtózva emelkedj a törzsel. Kilégzéssel lassan süllyedj, gördülj le. Belégzéssel nyújtózz, mintha fogná valaki a kezed, és húzna fölfelé, és nyújtózva emelkedj. Kilégzéssel gördülj le. Belégzéssel nyújtózva emelkedj. Még kétszer. Fej felül indul a mozgás, egyenként kapcsolódnak be a csigolyák. Nyújtózva emelkedj. És az utolsóval lent maradunk. Ugye valameddig elmegy, amikor már nem megy tovább, akkor nyugodtan tedd le a tenyered, és lazulj el benne.
Ha megy nagyon messzire, akkor rá tudsz feküdni a lábaidra. Hogyha visszafeszíted a két lábfejed, és esetleg eléred, akkor nyújtott törzsel még tudsz úgy is közeledni. Vagy ugye ott van a jó heveder, azt is használhatod. Ki kell választanod azt, amelyikkel a legjobban érzed a nyújtó hatást. Vagy csak a combhajlítóban, vagy bádli és combhajlító is. Lehet, hogy nem mondtam, de amikor már itt vagy ebben az utolsó nyújtópózban, akkor feszítsd ki a két térded, amennyire csak bírod. A karjaid segítségével lassan emelkedj föl. A harmadik gyakorlatpár jön. Ebben is lesz egy támaszkodós, meg egy, hogy úgy mondjam, hasizmos rész, tehát hogy a hátul levő izmokat, és aztán az elő levő izmokat is megdolgoztassuk. Ebben a támaszkodós rész az úgy néz ki, hogy nyújtva emeljük meg, feszítjük a csípőnket. Hogyha ez túl nehéz, akkor csinálhatod az előzőt, amikor ugye hajlítva volt a térded, és az ment. Ha úgy érzed, hogy már azt se akarod megismételni, akkor emlékszel még a legelsőre, a pici medence billentésre. Az is elég. Támaszkodj meg hátul, nyújtsd a törzsed, nyújtsd a lábakat, szabadítsd ki a mellkasod, szabadítsd ki a nyakadat. A következő kilégzéssel feszítsd a csípődet, belégzéssel ereszkedj le, ismételd. Kilégzéssel feszítsd, belégzéssel ereszkedj le. Hármat még. Kilégzéssel föl, belégzéssel le, és van még egy, ami ugye nem az utolsó. Megérkeztünk. Maradunk támaszkodva, de most behajlítjuk a két térdünket, és fölhúzzuk, ameddig megy. És nyújtsd, ha nehéz, akkor tedd le a sarkad. Ha bírod, akkor tartsd meg a levegőbe, húzd föl, és nyújtsd. Húzd föl, nyilván, ha ez párba lesz állítva, akkor könnyebb lesz, mert leteheted a sarkadat, le is kell majd. Na, még kettőt. Húzd föl, és nyújtsd. Na, még egy. Tedd vissza, vagy nyújtsd ki, tedd le, és jöhet a gyakorlatpár. Feszítjük a csípőnket, leengedjük. Fölhúzzuk a térdünket, és kinyújtjuk, letesszük, feszítjük, leengedjük. Térdhúzás, és nyújt. Háromszor még. Itt az előlevő izmok dolgoznak, comb, csípő, has. Amikor feszíted a csípődet, akkor a comb hátsó része, farizom, hátizmok, két pár. Vagy ez már az utolsó térdhúzás. Mert ez volt a gyakorlatpár második eleme, és meg is érkeztünk. Mivel tényleg nagyon sokat dolgoztattuk az előlevő izmokat, megnyújtjuk a szokásos módon. Egyik lábadat hajlítsd be, húzd a sarkad a fenekedhez, maradjon a két comb közel egymáshoz, és maradjon lent a térded a talaj közelében. Dőlj hátra, tenyereden is támaszkodhatsz, könyöködön is, ha megy, akkor fekhetsz is nyugodtan. Ne homoríts! Addig kell dőlni a törzsel, amíg egyszer csak érzed, hogy kellemesen húzódik a comb elől. Ma lesz még rá gyakorlatunk az óra vége felé. Gyere, a nyújtott láb felől felemelkedünk. Lábtartás csere. Másik oldalon ugyanez a feladat. Combok közel egymáshoz, sarkad a fenekednél. És dőlj hátra lassan, tenyereden is támaszkodhatsz, könyöködön is. Lassan süllyedj, fekhetsz is, ha megy. Kellemesen húzódik a comb elől, meg a csípő. És innen
térdelő támaszban folytatjuk. A nyújtott láb felől emelkedj föl, és fordulj át térdelő támaszba. Ez megint támaszkodás, de itt is választhatsz, hogy a tenyereden vagy az öklödön támaszkodsz, és kihagyhatod azt, amikor nagyobb súllyal kell ránehezedni. Mindig lesz helyette választási lehetőséged, mindig lesz, hogy a könnyebbet csináld. Ugye a vállak alatt támaszkodunk, és a két könyökünk egy picit be van hajlítva, függőlegesek és párhuzamosak a karok. Ugyanúgy függőlegesek és párhuzamosak a combok is, csípőszélességben nyitva. Kilégzéssel domboríts, belégzéssel homoríts, és ezt ismételd néhányszor. Domború, lefelé mutat a fejtető, homorú, fölfelé mutat. Ismételd, ugye most nincs is nagyon testsúly se a gerincünkön, szabadon tudunk, azt tudjuk hajlítani. Kilégzés, belégzés, még egyszer. Állítsd meg, amikor egyenes. Ugye se nem domború, se nem homorú, és ha nem látod magad a tükörben, akkor nehéz is megállapítani, de egyben biztos lehetsz. A medencédet, ha helyesen billented, akkor a derekad biztonságban van. Általában a medencénket elengedjük, és akkor előre billen, és a derekunknál lesz egy völgy. A medencénket hátra kell billenteni, ezzel ugye a derekunkat megemeljük, és szépen kiegyenesedik. Próbáljuk csak meg. Előre billentjük. Ugye itt lesz egy völgy a derekunknál, hátra billentjük, szép egyenes lesz a derekunk. Megtartjuk ezt a szép egyenes derekat, figyelünk arra, hogy ne essen le a fejünk, mert ez a hátunkat is begörbíti. Egyenes törzsel egyszer ellazítjuk a hasizmokat, lesz egy nagy pocakunk, aztán a köldökünkre gondolunk, és fölhúzzuk, és megtartjuk, és a pocak eltűnik. Ez a kiinduló helyzetünk. Váltott oldalra fogjuk elfordítani a törzsünket, egyet jobbra, egyet balra. A következő kilégzéssel, de megteheted belégzéssel is, emeld a jobb karod, és oldalra, és fordulj utána, fordulj a törzsel is jobbra, nézz a kezed után. Gyere lassan vissza, jöhet a bal kar, emeld oldalra, fordulj utána, törzsel nyakkal, fejjel. És belégzéssel hozd vissza, vagy kilégzéssel. A későbbiekben az lesz majd a jó, hogyha belégzéssel fordulunk és nyújtózunk, tehát lehet, hogy már most arra kéne ráhangolódni, de egyébként tudod, hogy nincsenek szigorú szabályok, tehát hogyha kilégzéssel esik jól, akkor úgy csináld. Fontos, hogy ne nagyon, sőt egyáltalán ne befolyásold a légzésedet, hanem engedd, hogy szabadon áramoljon. A tested tudja. A legnagyobb hiba az szokott lenni, hogy megakasztjuk, visszatartjuk a levegőt. Hát erre figyelj! Ne akaszd meg az útját. Sokszor csak azért, mert nagyon összpontosítunk egy feladatra. Már attól is visszatartjuk a levegőt. Na, amikor a ballal visszajövünk, akkor egy picit pihenünk, kényelmesen bárhogyan. Lehet a babapózban, azt nagyon szeretjük, a térdek között van egy kis távolság, a lábujjak összeérnek, ráfekszünk a combunkra, letesszük a homlokunkat, meg az alkarokat is. Ebbe a pihenő pózba bármikor visszatérhetsz. Gyere, emelkedj föl! Most úgy folytatjuk, hogy ötöt az egyik oldalra, ötöt a másik oldalra, pontosabban ötöt az egyik karral, ötöt a másik karral, de mind a két irányba fogunk fordulni. Ugyanaz a kiinduló helyzet, feszes hasizom, egyenes derék, akkor kezdjük jobbal, következetesen. Emeld a jobb karod, fordulj utána, nézz utána, majd úgy fordulj balra, hogy ezt a jobb kart átviszed a törzsed alatt, és keresztbe nyújtózol balra. Ugye a bal kar közben enyhén hajlítva így rögzítsd. Belégzés, kilégzés, van még három. Belégzés,
kilégzés. Azért nagyon jó így fordítani a törzset térdelő támaszban, mert térdelünk, tehát a medencénket így rögzítjük, nem tud a törzs után fordulni. Állásban mindig szoktunk ezzel bajlódni, hogy ne forduljon el a medencénk a törzsünk után. Úgy fogunk megállni és nyújtózni, hogy le is tesszük a jobb kezünket, és keresztbe csúsztatjuk balra, de most már a bal karunkat behajlítjuk, és letesszük a jobb vállat is, és letesszük a fejünket is, és tudunk egy picit pihenni. Tényleg támaszd le a fejed, és szabadon, kényelmesen lélegezz. Jól van, gyere lassan. Visszajön az öt ismétlés a másik oldalon. Egyenes törzs, feszes hasizom, emeld a bal karod, belégzés, fordulj utána, nézz utána, kilégzéssel vezesd át a jobb oldalra, fordulj utána, nézz utána. Még négyszer, belégzés, és kilégzés. Még háromszor. Gyönyörű, hosszú a gerincet, nyújtózol vele. Elsősorban ugye mindig a hosszúságra törekszünk, és csak azután jön minden egyéb. Ebben a gyakorlatban például a törzsfordítás. Még egyszer. És ugye ennek ott lesz vége, hogy letesszük a bal kezünket, és úgy csúsztatjuk át a jobb oldalra, behajlítjuk a jobb könyökünket, letesszük a bal vállunkat, letesszük a fejünket is, és így pihenünk egy picit. Jól van, gyere lassan vissza. Szeretünk egyensúlyozni, de hát ha nem állunk, akkor hogyan? Állva szoktunk ugye nagyon egyszerűen egyensúlyozni. Most térdelő támaszban fogunk egyensúlyozni. Megint 5 ismétlés a jobb karral, 5 ismétlés a bal karral. Mivel a jobb karral kezdjük, és szinte megismételjük azt az előző gyakorlatsort, hogy nehezebb legyen, a bal lábunkat megemeljük, kinyújtjuk hátra a törzsvonalába. Így van. Ugyanúgy feszítsd a hasizmokat. És indulhat az előző gyakorlatsor. Emeld a jobb karod, fordulj utána, nézz utána. Aztán kilégzéssel keresztbe, balra. És belégzéssel jobbra. Kilégzéssel balra. Van belőle még 3. Tartsd a lábad. Ha nem is mozdulatlanul, de a levegőben. Ez egy kis nehezítés, hogy egyensúlyozni kelljen. 2 még. És még 1. És ennek is úgy lesz vége, hogy letesszük a kezünket, átcsúsztatjuk, letesszük a könyökünket is, letesszük a vállunkat, a fejünket, és pihenünk. Jól van, engedd le a lábad, fordulj vissza, jöhet a másik oldal. Húzd le jól a köldököd, emeld meg a jobb lábad, és csak tartsd. A következő belégzéssel emeld a bal karod, fordulj utána, nézz utána, és vidd át a jobb oldalra, kilégzés. Belégzéssel balra, kilégzéssel jobbra. Még 3. Nem baj, hogyha küzdeni kell az egyensúlyért. És van belőle még 1. Tudod, attól fejlődsz. Tedd majd le a kezed, engedd le a könyököd, engedd le a vállad, tedd le a fejed. Így pihenj egy kicsit. Majd engedd le a lábad,
és gördülj össze a baba pózban. Pihenj egy picit. Gyere, felemelkedünk, és még mindig támaszkodva egy következő gyakorlatsorba fogunk bele. Feszítsd vissza a két lábfejed, támaszkodj meg a talpad elülső részén, és csak egy picit emeld el a két térded a talajtól. Ugyanúgy feszes a hasizom, egyenes a törzsed, tedd le. Picit emeld el, kilégzés, tedd le belégzéssel, ismételd, és le. Ezt ugyanígy ismételheted, nem kell nehezíteni, de ha megy, akkor teszünk hozzá valamit. Azt is előkészítjük, bár ez már nem ismeretlen. Nyugodtan lefektetheted a lábfejeket a talajra, nyújtsd ki a jobb lábad, és hajlítsd, jöhet a bal, nyújtsd ki, gyönyörű egyenes a törzsed, és a bal, megint a jobb, megint a bal, figyelj, feszítsd vissza a két lábfejed, emeld meg a jobb lábad, picit emeld el a bal térded. Tedd le a térded, engedd le a lábad. Emeld a bal lábad, picit emeld el a jobb térded. Tedd le a térded, engedd le a lábad. Jobb láb emel, kilégzéssel térd. Belégzés. És kilégzéssel engedd le. Lehet lassabban, lehet gyorsabban. A légzést ne változtasd, mármint nyugodtan lélegezz, ahogy jól esik. A gyakorlat végrehajtásnál meg törekedj arra, hogy lassú legyen. Ne kapkodj, ne siess. Itt nem az ismétlés szám számít, az általában elég kevés. Nem csinálunk semmiből se sokat. Jön a bal láb, és hogyha tudod még egy picit fokozni, akkor ez a gyakorlat úgy fog kinézni, hogy megemeljük a jobb lábat, és nem csak elemeljük a térdünket a talajtól, hanem ki is nyújtjuk. Hajlítjuk, letesszük, és leengedjük a lábunkat. Bal láb, jobb térd nyújt, jobb térd hajlít, és le. Jobb láb, elég, ha csak egy picit elemeled, ha nem emeled, de úgy is jó. Ha csak a lábemeléseket csinálod hátra, úgy is jó. Ha csak a páros térdemeléseket csinálod, amivel kezdtük, úgy is jó. Még egy pár. Jobb láb, bal térd, bal térd, jobb láb, és az utolsó, pihenj majd egy picit a baba pózban, kényelmesen összegömbölyödve. Amíg pihensz, addig elmesélem, hogy nyújtó gyakorlatok jönnek. Pontosabban, amit elkezdtünk térdelő támaszban, törzs, fordítást, csavarást, azt koronázzuk meg egy gyakorlatsorral. Lehet, hogyha először csinálod ezt a videót, és még nem láttad, hanem most együtt tornázunk, akkor érdemes a következő pár percet egyszerűen megnézni, aztán visszapörgetni és megcsinálni, már az ismert instrukciók alapján, mert ha elfordítjuk a fejünket, ugye óhatatlanul elfordítod majd a képernyőtől a fejedet, és nem biztos, hogy én érthetően mondom, hogy mit kell csinálni. Úgy kezdem,
hogy a jobb karommal ezzel fogok majd körbe menni, persze bekapcsolódik egy idő után a bal is. És hogy mindent láss, ezért úgy mutatom meg, hogy elkezdem szembe, majd elfordulok, de te akkor is érteni fogod már, mert láttad, hogy mi történik a jobb oldalon. Úgyhogy nem lesz semmi titokban, nem marad semmi titokban. Tehát a szivacsodon hosszába helyezkedj el, és ha emlékszel, még ugye úgy is nyújtottunk ma már, hogy a két comb függőleges volt, letámasztottuk ugye a könyökünket, ez egy gyakorlatsornak a záró mozdulata volt, és ha jobb karral kezdjük, akkor nyújtsd ki előre a jobb karodat, ugye? Ez a kar majd körbe megy. Ugye, tehát most egyelőre nagyjából így nézünk ki, és ami történik, az egy nagyon-nagyon értékes dolog, azáltal, hogy a kar tartás nem szimmetrikus, ezért egy picit így elcsavarodik a törzsed, a jobb oldala süllyed. Homlokodat tedd le a karodra vagy a talajra. Ez az első lépés. A második, hogy ugyanez a jobb kar oldalra megy, oldalra csúsztatod, jobbra, kicsit beforgatod a válladat, törzsedet, és most már a fejedet balra fordítod. Így még jobban elcsavarodott a törzs. Ebbe a testhelyzetbe is bele tudsz lazulni. Ez volt a második lépés. A harmadik lépés, hogy ugyanezt a jobb kart keresztbe csúsztatjuk a bal oldalra, és ugyanúgy balra fordítjuk a fejünket, utána nézünk, utána fordulunk, maradj így majd. Én ugye ezt már tudom innen is mutatni. Mindig támaszd le a fejedet, mert a nyakadat pihentetni kell. Ez volt a harmadik lépés, a negyedik az lesz, hogy fölfelé fordítjuk a tenyerünket. Jobb tenyér fölfelé néz. A jobb karunk így marad, most a bal kar jön, kinyújtjuk a fejünk fölé magas tartásba. A füled mellett van, füled fölött van a bal kar, ujjait hegye érinti a talajt a fej fölött. Nem kell egyik testhelyzetbe se belemenni, vagy kijöhetsz belőle lassan, visszagömbölyödve a babapózba, ha valamelyik kényelmetlen. Úgy menjünk tovább, hogy ezt a bal kart függőlegesre emeljük, és fölfelé nyújtózunk vele. Ne essen rá a vállad a nyakadra, nyújtóz. És innen az utolsó, hogy még a bal kart leengedjük hátra, hát ha tovább fordítja még a törzsünket is, és esetleg a fejünkkel, nyakunkkal is még utána tudunk fordulni, nézd meg a lámpát, lélegezz. Innen úgy jövünk vissza lassan, hogy visszahozzuk a bal tenyerünket a jobb tenyerünkbe, így pihenünk egy picit, és összegömbölyödünk a babapózban. Egyik oldalra meg vagyunk. Pihenj egy picit nyugodtan, kényelmesen. Jöhet a másik oldal. Ugye ezt megint szemből kezdem el, hogy teljesen világos legyen, ne tudjak semmit se rosszul mondani. Tehát függőlegesek és párhuzamosak a combok, függőlegesek és párhuzamosak a felkarok. A bal karoddal nyújtóz előre, támaszd le a homlokodat a talajra, engedd a törzsed egy picit elcsavarodni. Majd ugyanezt a bal kart oldalra vidd balra, forgasd be a karodat, forgasd be a törzsedet, jobbra fordítsd a fejed, úgy tedd le. Pihenjen a nyakad. Lélegezz.
majd ugyanezt a bal kart keresztbe csúsztasd át a jobb oldalra, és ugyanígy fordulj utána, néz utána. Pihenj így egy picit. A negyedik lépés, hogy fölfelé fordítjuk a bal tenyerünket. Minden pici változás vagy változtatás lényeges. Az ötödik lépés, hogy a jobb kar is bekapcsolódik, magas tartásban a fejed fölé nyújtóz vele, füled mellett van a jobb kar, és az ujjaid hegyével érinted a talajt. És minden különböző testhelyzetbe, hogy úgy mondjam, bele kell élned magad, tehát bele kell helyezkedned. Ezt a fölül levő jobb karodat emeld, legyen függőleges, és nyújtóz vele fölfelé, ne essen rá a vállad a nyakadra. Meg tudsz támaszkodni a válladon alul, nem kell a fejeden támaszkodni. Lassan engedd le hátra a karodat, jobb karodat. Engedd, hogy forduljon a fejed is, nyakad is, megnézed a lámpát. Innen pedig úgy jövünk vissza lassan, hogy beletámasztjuk a tenyerünket a tenyerünkbe. Ez egy kis pihenés. És összegömbölyödünk a baba pózban. Pihenj nyugodtan. Most ugye a térdelő támaszban törzscsavarásoknak volt a idézőjelben megkoronázása. És volt nekünk más gyakorlatunk is térdelő támaszban, most pedig a következő nyújtósorral, hát ezt fogjuk még a mai maximumig elvinni. Úgy kezdjük, hogy lesz egy gyakorlatsorunk úgy, hogy a jobb láb van elő, és aztán ugyanaz a gyakorlatsor bal lábbal. Térdelésben jó puhára térdelj, a jobb lábbal lépj előre, és nyújtsd ki a térded. Húzd hátra a könyöködet, válladat húzd be a köldöködet, feszítsd a törzsedet. A következő, mondjuk kilégzéssel hajlítsd elől a térded. Picit azért megállunk, és lélegezz nyugodtan, függőleges lesz a lábszár elől. Jól van, gyere vissza, függőleges a lábszár hátul, ötöt csinálunk belőle. Függőleges a lábszár elől, leengeded a csípődet, és ahogy visszajössz, hát itt a comb van, nem a lábszár, nyilvánvalóan a comb függőleges. Hajlítsd elől, feszes hasizom, és nyújtsd. Kettőt még, hajlítsd, és nyújtsd. Elől megállunk majd. Ezt megismételjük, ha tudod, akkor támaszkodj meg elől a lábfejed mellett. Ujjaid hegye, tenyered, öklöd. Nyújtsd elől a térded, és hajlítsd. Ha nehéz, akkor csináld ugyanúgy, ahogy az előbb térdelésben, függőleges törzsel nyújtsd. Ha eléred a talajt, akkor pedig a talajon támaszkodva. Harmadik, és hajlítsd. Negyedik, és hajlítsd. Ötödik, nagyon húzódik a comb hátul, de ez ugye ismerős már. Megállunk elől, és most csak egyszer feszítsd vissza hátul a lábfejed, és emeld el a térded a talajtól, úgyhogy nem emelkedik a csípőd, nem mész magasabbra, hanem lent maradsz. Most újból 5 darab térnyújtás jön, a következő kilégzéssel nyújtsd elől a térded, és hajlítsd. Még 4-szer. Nyújtsd elől, feküdj rá, és hajlítsd.
kilégzés, belégzés, kilégzés, belégzés, na még egy. Lent maradunk, és most hátul le is teheted a térded. Igazából eljutottunk addig, ameddig akartunk, de mégis, ha még van egy kis tartalékod, akkor próbáld meg, ugye hátul lent van a térd, hegyes szöget zár be a talaj alatt comb, próbáld meg elől kinyújtani a térdedet. Valameddig. Az a jó, hogy támaszkodsz a térdeden és a két kezeden. Tehát három ponton támaszkodsz, a karok ereje megtartja a törzsedet, sokat nyújtottuk már elől a térdet, tehát valószínűleg a mai maximumodat el tudod érni. Nem baj, ha nem mész le mélyre. Itt az a lényeg, hogy mindenki az aznapi maximumát keresse, tehát nincs verseny, de még az előző naphoz se kell hasonlítani magadat, ha megy, akkor meg se állj a földig. Volt két nagyon kedves tanárom, két fiatal lány, egy testvérpár, és ők még azt tanították nekem, hogy ha idáig eljutok, akkor forduljak az előlevő láb irányába úgy, hogy elől megkapaszkodok, meg hátul megkapaszkodok. És akkor ebben benne van az a törzsfordítás is, amit már előkészítettünk. Jól van. Visszahozzuk lassan, be is hajlíthatod. Babapóz. Milyen jó érzés egyébként, ahogy összegömbölyödsz, érzed is, hogy különbözik a két oldal, mert a bal lábon ugye már a csípő hajlító oldalt, az elől levő részt, a jobb lábon a comb hajlító oldalt, a hátul levő részt. Nagyon alaposan megnyújtottuk. De hát akkor most már meg kell csinálnunk ezt a másik oldalra is, nem maradhatunk féloldalasak. Gyere, emelkedj föl térdelésbe. Lépj előre a bal lábbal, nyújtsd a törzset, jobb comb függőleges, és ötször térdhajlítás, most ugye a lábszár függőleges, térnyújtás. Négyszer, mondjuk kilégzés, belégzés. Háromszor, egyensúly gyakorlatnak is jó, tehát van, amikor olyan napunk van, akkor még ebben a testhelyzetben is tudunk billegni. A következővel maradj majd lent, vagy elől, jobban mondva elől. Támaszkodj meg, és így ismételd a gyakorlatot. Elől térnyújtás, és térdhajlítás. Ha jobban ment úgy, ahogy az előbb csináltad, akkor csináld úgy. Ha nem éred el a talajt, messze van, akkor úgy ismételd. Kicsiben benne van abban is a spárga, minden fokozata. Van még kettő. És megállunk majd elől. Feszítsd vissza hátul a lábfejed, és emeld el a térded a talajtól, úgy, hogy nem emelkedik a csípőd, maradj lent. Megint öt térdnyújtás, kilégzéssel nyújtsd elől a térded. Belégzéssel hajlítsd. Kilégzéssel nyújtsd. Belégzéssel hajlítsd. Hármat még. Kettőt. Következővel megint elől maradunk. De most hátul letesszük a térdünket, lefektetjük a lábfejünket. Ha ebben így benne maradsz, ez teljesen jó, de ugye nagyon biztonságos, mert a térdeden és a két kezeden támaszkodsz, úgyhogy ha megy, akkor nyújtsd ki elől a térded, ameddig sikerül. Jól támaszkodj a karjaidon, lassan ereszkedj még, nyújtsd a térded, valameddig elmegy. Egy idő után megszereti az ember a nyújtó hatást, tehát már várjuk, hogy mikor jön az a maximális comb hátsó részében, jól ismerjük. Mikor érünk oda, hogy már bele
ereszkedtünk egy maximális nyújtópózba. Csak a mai maximumodat keresd, semmi mást. Meddig bírsz ma elmenni? Ha lent vagy, és egyensúlyban vagy, akkor az elő levő láb irányába fordulj. Lélegezz. Tudod, nem azért gyakoroljuk a nyújtó pózokat, vagy csináljuk a nyújtó gyakorlatokat, hogy kunsztokat gyakoroljunk, és cirkuszi mutatványokat. Gyere ki belőle, baba póz, vagy bármilyen kényelmes pihenés, hanem azért, hogy megőrizzük a mozgás szabadságát, az ízületi mozgás szabadságot, hogy azt ne korlátozzák a túl feszülő izmok, hogy a testünk rugalmas maradjon. Akkor fiatal vagy fiatalos is marad. Az a legnagyobb veszteség, ha a mozgás szabadságát veszítjük el, és a nyújtó gyakorlatok alkalmasak arra, hogy ezt megelőzzék. A mai gyakorlatsorok végére értünk, úgyhogy megint csak kényelmesen elhelyezkedhetsz egy tetszőleges pihenő pózban. Lehet ez a pihenő póz, hátonfekvés, vagy ami kényelmes, vagy a baba póz is lehet akár. Hason oldalon fekve, ahogy szereted, és mocoroghatsz menet közbe, ha nem kényelmes, változtassa a testhelyzeten. Csukd be a szemed, így távolabb kerül a külvilág, és jobban tudsz figyelni befelé. Érzed, hogy jól esik a pihenés. Ez jelzi, hogy a tested bölcsen a nagyobb izmokat, a külső réteget, a nagy energia és oxigénfogyasztókat már kikapcsolta. Azok pihennek, és ezután a mélyebben fekvő kisebb izmok is, amik a tartást adták, ellazulnak, megpihennek. A szalagok, inak, ízületek is kiengednek, kikapcsolnak. Megnyugszik a légzésed, elmélyül, lelassul, és kényelmesen, szabadon áramlik. Érzed, hogy az egész testeddel lélegzel. Belégzésnél kitágulsz, és egyre könnyebb vagy. Friss, hűvös, élő energia árad szét benned. Minden sejted belélegzik. Kilégzésnél visszahúzódsz, ellazulsz, elnehezülsz. Kifújod a fáradtságot, a feszültséget, a meleg salakanyagot, minden sejtet kilélegzik. Egyre kényelmesebben fekszel, egyre jobban bele tudsz lazulni ebbe a testhelyzetbe. Már nem is akarsz megmozdulni, át tudod adni magad a pihenésnek. Mintha az élet nyüzsgő körforgatagának a nyugvó középpontjába kerültél volna. Nincs is más dolgod. Egyszerűen csak vagy. Lazítsd el a két lábfejed, a bokáidat, a lábszárakat, a két térded, a combjaidat, a csípődet, a farizmokat,
és a derekadat. Érzed, hogy a lábaid egyre nehezebbek, lazán, kényelmesen fekszenek a talajon. Lazítsd el a két kézfejed, az ujjaidat, a csuklódat, az alkarokat, a könyöködet, a felkarokat és a vállaidat. A karjaid is egyre nehezebbek. Lazán, kényelmesen fekszenek a talajon. Lazítsd el a hasizmokat, a hátizmokat, a mellkasizmait, a nyakizmokat és az arcizmokat. Egyre nehezebb vagy, lazán, kényelmesen fekszel. Lassan és mélyen lélegzel. Minden belégzéssel nyugalmat és energiát szívsz magadba. És ez minden kilégzéssel szétárad a sejtjeidbe. Érzed, hogy pihensz, minden tökéletes, tiszta és teljes. Gondolj a lábaidra megint. Egyre könnyebbek a lábaid, kicsit mozgasd meg őket, egyre könnyebb az egész tested. Lassan csúsztasd a karjaidat a talajon, magas tartásba, és nyújtózkodj egy jó nagyot. Sóhajts egyet, vagy ásíts. Aztán hajlítsd be a két térded, fordulj a jobb oldaladra, és onnan lassan a karjaid segítségével emelkedj föl ülésbe. És a végén pislogva nyisd a szemed. Jó reggelt kívánok! Váljék kedves egészségünkre a torna!